Jó estét kívánok! Azért vagyok itt, mert szeretnék átadni egy díjat, amit eddig minden évben átadtunk. Idén is meghirdettük az évad néző díjat. Biztosan olvastak róla, meg hallottak róla, hogy elég sokan voltak versenyben. Az évad nézője az lehetett, aki a legtöbb különböző előadásra váltott jegyet, úgy, hogy az előadásonként csak egy darab jegy számított. Tehát ha valaki vett egy előadásra 20 jegyet, az akkor is csak egynek számított. Tehát még egyszer. Aki a legtöbb különböző előadásra váltott jegyet, úgy, hogy előadásonként csak egy darab jegy számított, ezeket összegyűjtötte és beküldte. Az első, tehát aki kapja az évad nézője díjat, az egész pontosan 110 darab jegyet. Na, Marcsi. Másik oldal, mi van ott? Még nem mondtam, hogy ki az. Elrontod a hatást. De ez minden azt jelenti, hogy ha mondjuk durván nem egyedül jött színházba, mert nem nagyon szoktam egyedül járni, akkor az azt jelenti, hogy 220 darab jegyet vásárol, de maradjunk csak a 110-nél. Tehát az évad nézője 2012-2013-ban 110 darab jegyet. Már válogathatna a bosszra. Mi lehet, hogy igen, és mit költöttél, nem baj. Tehát 110 darab jegyel az évad nézője, mindjárt megmondom, hogy ki lett. A nyeremény egy könyvcsomag az Európa könyvkiadó jóvoltából, a most újra kiadott Mephisto, Gabriella Adam Esteban a Futóviszony és Hály János a Mély Garázs című könyve. Egy példány a Nemzeti Színház emlékkönyvéből, ami akkora kincs, és nem viccel, hogy én magam is pénzért vásároltam. De magamnak is aláírtam. És én sem váradom és véletlen, hogy 1000 darabot nyomtunk ebből a könyvből, és az évad néző, aki 110 darab jegyet vásárolt, az a 999. számhoz kapja. Nagyon kíváncsi, hogy ki az ezres. Tehát egy példában a Nemzeti Színház emlékkönyvéből és egy utalvány a Libri kiadó gondozásában megjelenő Csáki Judit könyvre, ami az elmúlt 5 évről fog szólni, szeptember elején fog megjelenni, a Judit már be is görcsölt, ettől ezt elmondtam. És egy oklevél az évad nézője, aki 110 darab. Tehát, nem mozom tovább, mert a Moha rendezte a gálát. Tehát, 2012-2013-ban és a tréfát félretéve végtelen hálával, köszönettel, csodálattal és alázattal és mindenféle az évad nézője, Szirtes András. Sorsi hozta be a csomagot, aki a színház sajtósa és PR-osa éjféli. Vörös Robert művészeti tanácsadó. Thank you.
ez metal. Köszönöm mindenkinek, és érezzék a magukat itt bent is, meg kint is, és képzeljék el, hogy tele van a kert.